Sziasztok! Köszöntelek benneteket hulladékmentes otthonomban. Ma szeretném megmutatni nektek, hogy mi az az egyszerű arcápolási rutin, amit közel 49 éves koromra tudtam bevezetni. De előtte pár gondolatban még a fürdőszobánkról mesélnék nektek. Öt évvel ezelőtt, amikor áttértem a hulladékmentes életmódra, az egyik központi elemet a fürdőszobában keletkező hulladékok eltüntetése jelentette. Ezek közül is kiemelten figyeltem a korábban megszokott kozmetikumok káros hatásaira. A kozmetikumok vásárlásánál hajlamos voltam túlköltekezni, hiszen, mint általában a legtöbben, én is jól érzem magam, hogyha tetszem magamnak, szeretem, hogyha ápoltnak vagy akár fiatalabbnak látszom. Ezért nagyon sok olyan dolgot vásároltam, amiről azt hittem, hogy ezen vágyaimat kielégíti. Ezzel a túlköltekezéssel csak annyit értem el, hogy rengeteg olyan hulladékot halmoztam fel, ami végül egy kis tudatossággal elkerülhető lett volna. Ezen mindenképpen változtatni szerettem volna, így fokozatosan elhasználtam a meglévő kozmetikumokat, és amik pedig nem váltak be, azt vagy családban, vagy baráti körben valakinek átadtam. Ahogy fogytak a régi kozmetikumok, úgy minimalizáltam a készletemet, és az újabb vásárlások alkalmával már ennek fényében tudatosan választottam. Fontos szempont lett nem csak a csomagolás, de az is, hogy természetes alapanyagokból készüljön, állatkísérletektől mentes legyen, és lehetőség szerint csomagolásmentesen megvásárolható helyi kézműves termék legyen. Ennek megfelelően ma már jelenleg csak 8 fajta kozmetikumot használok. A dekor kozmetikumot nem sorolom ebbe a körbe, de erről lesz egyébként szó még a videó végén. Ahogy a videó elején ígértem, most megmutatom nektek azt az arcápolási rutint, amelyben a kozmetikumok, az általam használt kozmetikumok ezeknek a szempontoknak tökéletesen megfelelnek. Éveken át rendszeresen jártam kozmetikushoz, mindig tőle hoztam saját tégelyembe a krémeket. Azonban ezekkel a krémekkel többnyire csak olyan véletlenszerűen masszatoltam az arcomat. Mivel a járvány miatt mostanában nem jutok el kozmetikushoz, ezt a bőröm is igencsak megérzi. Be kellett látnom, hogy a bőrömnek igenis szüksége van rendszeres ápolásra. Ezzel a felismeréssel tudatosan kozmetikus szakember segítségével alakítottam ki végre az arcápolási rutinomat. Fontos szempont volt, hogy minél egyszerűbb, minél természetesebb folyamat legyen ez, és hát a lehető legkevesebb kozmetikumot szerettem volna használni, mindezt úgy, hogy a bőrömnek megfelelő legyen. Ennek az arcápolási rutinnak a nagy előnye és egyszerűsége, hogy ugyanazt kell végigcsinálni reggel is és este is, és mindez csupán pár percet vesz igénybe. Első lépésként az arcbőrömet alaposan letisztítom, méghozzá virágvízzel, ami nem csak szépen tisztítja a bőrfelületét, de táplálja is. Ezt követi a szemkörnyékápoló, ami az az igazság, hogy az én koromban már nemigen hagyható el. A harmadik és egyben utolsó lépés az arcbőr hidratálása. Ezt egy vízhiányos, érett bőrre megfelelő arckrémmel teszem meg. A rutin kialakítása tudatosságot követelt meg tőlem, a természetessége pedig lökést adott, hogy a koromat és a vele járó bőrhibáimat elfogadjam maximálisan. Ma már nem cél, hogy 20 évvel fiatalabbnak látszódjak, csupán, hogy ápolt bőröm legyen, amit szeretek. Említettem, hogy az arcápolási rutin első lépése mindenképpen az arcbőr tisztítása. Ez akkor is igaz, hogyha nagyon ritkán kisminkelem magam. Ebben az esetben azonban egy plusz lépést is be kell, hogy iktassak a rutinba, aminek a smink eltávolítása a célja, erre pedig a saját magam által készített levendulás olajat használom. Mivel ritkán sminkelek, ezért a dekor kozmetikumaimnak a száma is elég csekély, ezeket pedig idővel, fokozatosan, környezetbarát változatokra cseréltem le. Összefoglalva azt tapasztaltam, mint a hulladékmentes és a környezettudatos életem egyéb területein is, hogy a kevesebb sokszor több. Az egyszerűség, a tudatosság, az elfogadás révén rengeteg hulladéktól kíméljük meg a környezetünket, és az ilyen szempontok alapján kiválasztott arcápolási termékek előnyeit valóban a saját bőrünkön tapasztaljuk meg.
Köszönöm, hogy velem tartottatok. Ha tetszett, örülnék, ha jeleznétek ezt nekem egy lájkkal. Következő alkalommal általánosságban a hulladékmentes fürdőszobámat mutatom meg nektek egy rövid körút segítségével. Ha nem szeretnétek lemaradni róla, akkor iratkozzatok fel a csatornámra, a harangjel bekapcsolásával pedig értesítést kaptok a következő videó megjelenésének időpontjáról. Addig viszont örömmel fogadom a hozzászólásaitokat a videó alatt. Beszélgethetünk arról, kinek milyen arcápolási rutinja van, vagy akár arról is, hogy a fürdőszoba a hulladék csökkentésében ki hol tart. Köszönöm, hogy itt voltatok velem, hamarosan találkozunk, addig is örömteli hulladékcsökkentést kívánok nektek. Sziasztok!